Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a mai FitPoint adásban! Azokról a betegségekről lesz ma szó, amelyek leginkább ősszel és télen keserítik meg az életünket. A megfázás és az influenza ledöntheti a lábáról a legkeményebb férfit is, ezért nem árt tisztában lenni azzal, hogyan bánjunk el vele. Így a hölgyeket is meglepetjük, hogy bizony velünk még ez a betegség sem babráki. Igen, természetesen bemutatjuk majd a legjobb étrendkiegészítőket, amelyek segítenek megelőzni vagy leküzdeni a náthát és az influenzát. Bevezetésként nézzünk hát pár tényt az immunrendszerről, hogy jobban megértsük annak működését. Kétféle immunitásunk van. Az első a természetes, ez egy velünk született immunitás. A második a szerzett immunitás, amely az életünk során fokozatosan alakul ki. Egyszerűen kifejezve mondhatjuk, hogy az immunitás egy olyan pajzs, amely megvéd minket a környezetünkben lévő kórokozóktól. Az immunrendszert mi is tudjuk erősíteni méghozzá leginkább egészséges életmóddal, ami azt jelenti, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozunk, magas minőségű élelmiszereket fogyasztunk, figyelünk a rendszeres testmozgásra, az elegendő mennyiségű alvásra és higiéniára. Ezen kívül az immunitást támogathatjuk étrendkiegészítők fogyasztásával is. Az immunitás ereje az befolyásolja, hogy milyen betegségeket kapunk el, és képesek vagyunk-e túllépni ezeken. Ha az őszi időszakban valami hosszabb időre ledönt a lábunkról, az valószínűleg influenza vagy egy megfázás lesz, amelyek fertőző légúti betegségek és általában a felső légutat érintik. Tekintettel arra, hogy mindkét betegség vírusos eredetű, nincsenek rájuk hatással az antibiotikumok. De hogyan ismered meg, hogy melyik betegséget kaptad el, bemutatjuk őket egy kicsit közelebbről is. Kezdjük a megfázással. Ahogy már említettem, ez egy vírusok okozta, akut felső légúti megbetegedés, amely leginkább az orrot, a szájüreget, a garatot, a gégét és a légcsövet érinti. Emberről emberre terjed, és ha megfertőződsz, az gyorsan észreveszed. A lappangás idő legtöbbször kevesebb, mint két nap, és utána pár napig gyömbér és papírzsöpkendő lesz majd a legjobb barátod. A betegség tünetei körülbelül 3-7 napig érezhetőek. De vigyázzad, ha megpróbálod lábon kiordani és esetleg még rá is edzel, akár három héten át is elhúzódhatnak a tünetek. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a torokfájás, a nátha, a fáradtság, a köhögés és a felhalmozódó nyák. A vírusos megbetegedések másik típusa az influenza. Ez leggyakrabban az orrot, a torkot, valamint időnként a tüdőt fertőzi meg. Cseppfertőzésre terjed, vagyis apró nyálcseppekkel, amelyek köhögés, tüsszentés és a beszéd során kerülnek a levegőbe. A beszélgetés a barátoddal a politikai hírekről, tehát nem csak új gondolatokkal, hanem influenza vírusokkal is gazdagíthat, amelyek folyamatosan beköltöznek a szervezetedbe. Ritkában fertőzött tárgyak megérintésével is terjedhet, amelyek megtelepetnek maga az influenza vírusok, majd ezt a kezeddel a szádhoz, az orrothoz vagy a szemedhez nyúlva bejutatod a szervezetedbe. Sajnos az influenzára nincs hatással az antibiotikumos kezelés. Előnye azonban, hogy ezen nem van védőoltás, amivel védekezhetünk. Az influenza leggyakoribb tünetei a láz, az izületi és fájdalma, kipirult bőr, hidegrázás, száraz torokfájás, fejfájás vagy éppen gyomor problémák. Ezen kívül előfordulhatnak komolyabb tünetek is, amelyek mindenképpen orvos felkeresése szükséges. Ide tartoznak például légzési problémák, nehéz légzés, nyomás vagy fájdalomérzet a melkasban vagy a hasban, szédülés, erős hányás és magas láz, amely nem mutat javulást. A megfázás és az influenza közötti két fő különbség az, hogy a megfázást fokozatosan érezhető és nem túl erős tünetek jellemzik, az influenza pedig egy hirtelen jelentkező és komolyabb tünetekkel rendelkező betegség. A megfázásból és az influenzából nagyrészt otthon meggyógyulunk a tünetek folyamatos enyhítésével. Ilyenkor néhány napig mindenkinek korlátlanul engedélyezett a Netflix, a teázás, valamint az egész napos hentergés az ágyban. Ajánlatos gyakran órot fújni, hogy a testből mi hamarabb távozzanak a mérgező anyagok. Az orr tisztításában segítséget nyújtott a sósvizes orrmosás, amikor a folyadékot az egyik orjukon be kell folyatni, és hagyni a másikon kifolyni. Tudom, hogy ez szörnyen hangzik, és eleinte olyan kellemes, mint a fogorvosi látogatás, viszont valóban hatásos módszerről van szó. A torokfájás enyhítésére különösen ajánlott a sós való gargalizálás. Ha ez neked nagyon kellemetlennek tűnik, próbáld ki egy gargalizálást, amiből nem nagy gond akkor, hogyha le is nyelsz egy-két kortyot. Ezzel a módszerrel nedvesítheted a torkot, ezáltal csökkentheted a fájdalmat. Annak érdekében, hogy gyorsan felépülj, melegen kell maradni és pihenni. Ha lázad van, segíthet a hideg zuhany, vagy éppen a hidegvizes borogatás is. Hasonlóan, mint minden betegségnél, ezeknél is fontos szerepet játszik a táplálkozás. Ha gyors ételeket fogyasztasz, nem biztos, hogy lesz elég energiája a szervezetnek a vírusok leküzdéséhez. Részesítsd előnyben a minőségi ételeket, amelyekből jól érzed majd magad, és fogyass sok fehérjét, ami az immunrendszer sejtjének a fő építőanyaga. Az említett módszereken kívül azonban étrendkiegészítők használatásával is támogathatjuk a felépülést. A megelőzésben és a gyógyulás során is nagyon fontos szerepet tölt be a C-vitamin. Általánosságban segít erősíteni az immunsejteket, amelyek védelmet nyújtanak a kórokozókkal szemben. Az immunsejtekben normál esetben magas koncentrációban megtalálható, fertőzés során ez viszont jelentősen csökken. Amennyiben rendszeresen szedsz C-vitamint, könnyebben leküzdheted a megfázást, valamint kisebb eséllyel betegedsz meg. Az optimális napi C-vitamin adag 1000 és 2000 mg között van. Pótlásában segítenek a citruspélék, az eper vagy a paradicsom is akár. A fel nem használt C-vitamin a vizelettel távozik a szervezetből, ezért nem kell attól félned, hogy esetleg túladagolod. A fertőzésekre való fogékonyságot az utóbbi években nagyon népszerű D-vitamin is befolyásolja. Ez a vitamin a bőrt érő napsugárzás, konkrétan az UVB sugárzás hatására termelődik a szervezetben. A szakértők szerint annak hatására, hogy ősszel és télen nem nagyon napozunk, fogékonyabbak vagyunk a megfázásra és az influenzára. A megfelelő D-vitamin szint eléréséhez azonban nem muszáj órákig félmesztelenül heverésznünk a napon, jobb megoldás a D-vitamin tartalmú étrend kiegészítők rendszeres fogyasztása. A vitaminokkal folytatjuk tovább. Lehet, hogy meglepően hangzik, de a következő nagyon fontos vitamin, amely hatása van az immunrendszerünk működésére, az az A vitamin. Azon kívül, hogy segít fenntartani a bőr és a nyálkaátja egészségét, elengedhetetlen az éles látáshoz és a növekedéshez is. Gyulladásgátló vitaminként is, is ismert, valamint fontos szerepe van az immunrendszer megfelelő működésében. Megtalálható például a zsíros tengeri halakban és a tejtermékekben is. Vigyázat, nagy mennyiségben mérgező lehet, ezért csak mértékkel pótold. Az immunitás támogatásához elég, nagyjából napi 2000 egység is. Az utolsó vitaminok, amiket fontos megemlíteni, azok a B-vitaminok. Nem csak erősítik az immunrendszert, de segítenek leküzdeni a stresszt és feltöltenek energiával is. Pótlásuk mindenek előtt nagymértékű fizikai vagy szellemi terhelés esetén fontos, ahová például az influenza is besorolható testünk kimerült, és a B-vitaminnak hála újra feltöltődik energiával. Különösen hatékony harcos a B6 vitamin, amely szorosan összekapcsolódik az immunrendszerrel a fertőzések elleni védelemben. B6 vitamin hiány esetén gyengül a szervezet védekező képessége, és emelkedik a léguti fertőzések kialakulásának a kockázata. Ezeket a vitaminokat hús és egyéb állati eredetű termékek rendszeres fogyasztásával pótolhatjuk. A vitaminokon kívül a cink is jelentős hatással van az immunitásra. Segít fenntartani az optimális szintet, támogatja az izomnövekedést, valamint részt vesz a vírusok és a baktériumok elleni harcban. Képes megállítani a vírusok szaporodását, és ezáltal csökkenti a légúti gyulladást. Tanulmányok igazolták, hogy napi 70 mg cink szerése, ha a tünetek megjelenése után legkésőbb 24 órával beveszük, segít lerövidíteni a betegségek lefolyását. Tehát aféle első segét jelenthet, ha időben elkezdjük a pótlását. A cink általánosságban segít kordában tartani a fertőzéseket, és meggátolja a súlyosabb gyulladások kialakulását. Rendkívül fontos, több mint 300 enzim működéséhez is a testben, és ha hiány alakul ki, olyanok leszünk, mint egy rosszul beolajozott gépezet. Ennek ellenére túlzásba sem szabad vinni, mert a túlzott bevitele elnyomhatja az immunreakciókat. Most nézzük meg, hogy milyen előnyökkel rendelkezik a természetgyógyászat. Kezdjük a gyömbérrel. Előfordult már veled, hogy olyan erős főzetet készítettél, hogy szinte kilőtt az ágyból? Ez a fenoplasztikus vegyületeknek köszönhető, amelyek például a gingerol, amely erős gyulladást csökkentő és antioxidás hatással rendelkezik. Teszi a dolgát az aromás kurkuma is, amely magas kurkumin tartalmának hála segít a krónikus gyulladások kezelésében és megelőzésében. Ráadásul növeli a fehérje szintet, ami segít elkerülni a fertőzéseket és felveszi a harcot a baktériumok ellen. A kurkumin felszívódása önmagában meglehetősen rossz, ezért érdemes fekete borsban található piperinnel fokozni a hatását. Felmerül a kérdés, hogy akkor együnk sok indiai ételt az említett fűszerekkel? Koncentráltabb kurkumin és piperin források az étrend kiegészítők, amelyek fűszeres ételek okozta kellemetlenségek is elkerülhetők. A természetgyógyászatban gyakran használják az akináciát is, amely számos étrend része. Napi fogyasztásával csökkenti a légúti megbetegedések kialakulásának kockázatát, valamint felgyorsítja a gyógyulást. Általános immunrendszer erősítő hatása bír, növeli a fehérvérsejtek számát, amelyek védelmet nyújtanak a fertőzések ellen. Kutatások szerint átlagosan másfél nappal is lerövidíti a betegségek lefolyását. Lassan a vége felé közeledünk. A gyulladás csökkentésében, valamint a betegségek megelőzésében sokat segítenek a probiotikumok is. Ezek ugyanis apró pici szuperhősök, amelyek részt vesznek a gyulladást okozó baktériumok elleni harcban, ezáltal támogatják az egészséges bélflórát, fokozzák az emésztést és ezzel együtt az immunitást. A tanulmányok igazolták, hogy a probiotikumok lerövidítették a gyógyulási időt és erősítették az influenza elleni védőoltások hatását. Az étrend kiegészítőkön kívül megtalálhatók egyes élelmiszerekben is, például a joghurtban, a kimcsiben és a savanyú káposztában. Az utolsó megfázással és influenzával szembeni harcosunk a glutamin. Ez egy eszenciális aminosav, amely koncentrációja az izmokban és a tüdőben a legmagasabb. Támogatja az immunrendszer és az agy működését. Ezen kívül fontos az emésztőrendszer számára is, mert úgynevezett tüzelőanyagként működik, hogy a B-rendszer ne engedjen ki a szervezetbe mérgező anyagokat, amelyek a fertőzéshez vezethetnének. Tanulmányuk szerint hozzájárul a műtétek utáni fertőzések elkerüléséhez is. Aktív sportolóknál beigazolódott, hogy a glutamin képes csökkenteni a megbetegedéseknek a kockázatát. Ezzel véget is ért a listánk, reméljük, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és megtanultad, hogy mely vitaminok és egyéb anyagok a legfontosabbak az influenza és a megfázás elleni védekezésben. Végül még egy jó tanács, ne várd meg, amíg beteg leszel. Összpontosíts inkább helyette a megelőzésre, a kiegyensúlyozott táplálkozásra, a testmozgásra, az elegendő alvásra, valamint szükség esetén fogyaszt néhány étrendkiegészítőt. kiegészítőt. Lehet, hogy a betegség nagy évben elkerül, és nem kell majd azon gondolkodnod, hogy hogyan gyógyulj meg minél hamarabb. Várunk vissza itt a következő FitPoint videóban, legyetek addig is egészségesek. Sziasztok!